Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Három nap múlva, ugye három nap, csütörtök, péntek, szombat, igen. Három nap múlva lesz Rosh Hashanah, beköszönt az új év, ezért a mai heti szakasz, kabbalisztikus gondolat a heti szakasz, az Rosh Hashanah-i téma lesz. Most sokat beszéltünk már Rosh Hashanah-ról, az új évről. Hétfőn este elmondtam az egész Rosh Hashanah-nak a tartalmát, az ima, a sófár, érdemes az visszahallgatni, az a kabbalisztikus óra volt. Tegnap este is, szerdán este kérdezte a rabbi, több kérdés volt a Rosh Hashanah-ról, és az az érzésem, hogy még mindig nem teljesen világos minden. Ezért a mai óranak a címe a sófár hangjai. Én remélem, hogy ezáltal mi tisztázunk, és minden értető lesz. Szóval, mesélnek, hogy az egyik falusi zsidó az életében még nem volt zsinagógában. Úgy a faluban nem jött össze a minnyen, és soha nem ment be a városba imára. Öreg volt már, és azt mondta, jó, most már muszáj. Muszáj menni zsinagógába. Eljön a zsinagógába, és mit lát? Épp Amidát mondja mindenki, és nagyon komolyan mondanak, nagyon nagy áhítattal, egyes ember még akár sírnak is, és egy csodálkozik. Miért sírnak? Erre azt mondja a falusi zsidó, aha, valószínűleg éhesek. Ugye az ima elhúzódott, ez nem egy ilyen hétköznapi reggeli ima, ami rövid, elhúzódik az ima, éhesek, és ezért sírnak. Jó, most már minden értető. Egyszer csak vége van az Amidának, kezdődik a tóraolvasás, mindenki leül, hallgatnak a tóraadásra, itt ad egy kicsit smúzolnak, nem érti. Előbb sírtak, mert éhesek voltak, akkor most miért ilyen jó kedvűek? Azt mondja, valószínűleg ilyen sóletféle vár rájuk otthon. És az pedig jó, hogy még tüzen van, és minél tovább áll, akkor még a tüzen, akkor még finomabb, és ezért inkább megvárják. Jó, vége van a tóraolvasásnak, kezdődik a sófán. Megint mindenki feláll, nézi a zsinagóga középéről, ott áll az, aki a bálta ki, aki fújja a sófát, megint a nagy áhítat, és mert megint, mintha látna sírás. Azt mondja, nem értem. Éhesek voltak, aztán rájöttek, hogy a sóletnak az jó, hogy a tüzen áll, mert akkor egyre finomabb. Akkor most miért most megint ilyen komolyabb? Azt mondja, rájöttek, hogy sokáig túl sok, ez se jó. És akkor már lehetett oda fog égni. Most hál' Istennek, mi nem vagyunk falusi zsidók, több zsidó van, több zsinagóga van itt a városban. Remélem és gondolom, bízok benne, hogy mindenki már volt zsinagógában, ismeri a zsinagógának a rendjét. Szóval ilyen probléma nincs, de mégis valahogy a sófár kapcsán ott még mindig nem teljesen tiszta. Mindenki ott van a zsinagógában, és hallgatja a sófárnak a hangját, és ez a hang, ez az egyszerű hang megérinti az embernek a szívét, de valahogy még mindig nem világos, mik ezek a különböző hangok. Van ez a hosszú hang, van a szagatott hang, van az a rivalgás, mi ez? Mi az alapja mindennek? Ima előtt imát és fújunk, aztán Amida közepén, Amida ismétlésékor, Amida után, mi ez, miről van szó?
Próbáljunk ezt tisztázni, és remélem, hogy ez még több kedvet fog adni az embereknek, hogy tényleg ott lesznek a zsinagógában, az imánál, a sófánál. A sófár az a legfontosabb. A legfontosabb elem a Rosh Hashanah-nak az a sófár. Mindenkinek, minden zsidó hittestvérünknek adta hely a zsinagógában. Kivétel nélkül. Nézzünk meg, miről van szó. Rosh Hashanah, nem Yom Kippur, Rosh Hashanah az ítélkezés napja, indul az új év, az örökvaló mindenki fölött ítélkezik, a következő év milyen lesz. Tesszünk sok mindent, amivel biztosítani akarunk, hogy az ítélkezés az kegyelmes lesz, és tényleg egy jó, boldog, édes, sikeres évet kapunk. A édes alma mézben, édes alma az már egy, mézben az már kettő, bárhez is mézben. A gránát alma, ugye, mert sok, hogy a zsidóknak is sok a micva, savanyú étel elmarad, nem alszunk az első napon, Rosh Hashanah első napon, nehogy elaludjon a mázlink, van egy ilyen előírás, ezért Rosh Hashanah, ha már felkeltünk, akkor már nem megyünk aludni estig. Ezek mind fontos dolgok, de a legfontosabb az a sófár, és a sófár is össze van kapcsolva az ítélkezéssel, ahogy mondja a Zsoltár a könyvét, Tíkó báhaj de sajfar, bakeszel jön hagejna, ki hajk le Yisrael, mispat lejlaj ke Jákaév. Tíkó báhaj de sajfar, fújjatok a sófáron a új évkor, ki hajk le Yisrael, mert ilyenkor az Isten ítélkezik a zsidók fölött, az egész világ fölött. Szóval ezért fújunk a sófát. A kérdés az, de milyen hangja kellett legyen a sófárnak. Szóval milyen hangja kellett legyen a sófárnak? A Tórában annyi van írva, Yom Trua Yelechem, legyen ez a sófra fújásnak a hangja. De milyen hangja? Rivka kérde, mikor nem alszunk? Rosh Hashanah első napján, vagyis hétfőn reggel, ahogy felkeltünk, nem megyünk aludni estig. Ha valaki beteg, vagy ilyesmi, az más. De hát egészséges ember reggeltől estig nem megy aludni. A Tóraban az van írva, a sófárfújás hangja. De milyen ez a hang? A Tóraban nincsenek ott kották, nincs oda írva, hogy most hogy milyen kellett legyen ennek a hangja. Rövid, hosszú, hangos, csendesebb. Miről van szó? Erre a bölcsek jól alaposan megvizsgálták a Bibliát, és akkor rájöttek, hogy el van rétve ott az utalás. Nézzük meg, építsünk fel ezt az egészet. Az első dolog, hogy az a hang, amit kell Rosh Hashanah-kor fújni, az háromszor kell. Jó, ez az, lassan fel fogunk építeni az egész puzzlet. Első dolog az, össze fogunk rakni az egész puzzlet. Az első dolog az, a hang kell, hogy legyen háromszor. A háromszor. Első dolog az, ez Mózes hallotta Istentől, továbbadta a zsidóknak. De a bölcsek találtak erre, hogy ez el van rejtve a Bibliában is. Nézzünk meg a forrásokban, megint beteszem ide a forrást. Jó, akkor nézzünk meg az első forrás. Az a Alter Rebbe-nak, Rabbi Schneer Zalmannak a Shulchan Aruchjából.
A Tórában háromszor szerepel a trua, harsonna szó kifejezés. Háromszor van írva az a szó a trua. Kétszer Rosh Hashanával kapcsolatban, a hetedik hónapban, a hónap elsőn a harsonna szó emlékére szent gyülekezés, és a hetedik hónapban, a hónap elsőn harsonna szó trua napja legyen nektek, és egyszer a Jóvel évi Jom Kippurral kapcsolatban szólaltast meg a sófár egész országatakabban. Szóval háromszor, az egész Tóraban háromszor van az a szó, ha trua. És a szóbeli hagyományban tanulunk, mely Mózes mesterünktől ered, hogy ezek összetartoznak. Tehát úgy veszük, hogy Rosh Hashanával kapcsolatban háromszor említik a trua. A Tóraban háromszor van írva trua, és a szóbeli hagyomány azt mondja Mózes nevében, hogy a három trua össze van kapcsolatban, amikor kell fújni, háromszor kell fújni. Jó? Akkor ez az első dolog, akkor, hogy háromszor kell fújni. További dolog, egy további dolog, hogy mi a hang, az a trua hang, ami háromszor elhangzik, az nem egy önálló hang, hanem egy szendvics. Mit jelent egy szendvics? Van egy hang előtte és utána is. Lényegében, ha háromszor kell megszólalni a sófár a trua hangja, kell, hogy legyen előtte és utána még egy hang, úgy, hogy háromszor az lényegében, kilenc hang. Ezt honnan vezetjük le? Mert a Tórában, ahol az van írva, hogy fújni kell truát, akkor úgy van írva, fújjátok a sófáról truát a sófáról. És akkor ez furcsa, ez a két sófár, mert azt mondja, hogy a két sófár az két hang, és a kettő között van a trua hang. Nézzünk meg a következő forrás. Megint az Alter Rebbe-nek a Shulchan Aruchjából. Hány sófár hangot köteles az ember hallani Rosh Hashanakor? A válasz 9-et. Tekia, trua, tekia, tekia, trua, tekia, tekia, trua, tekia. Ennek oka, hogy háromszor említi a Tóra, hogy trua, ezért tudunk, hogy háromszor kell, és minden trua előtt és után lennie kell egy-egy egyszerű hangnak, melyet egyszerű tekiának hívunk. Írva van, szólaltasd meg a sófát, azaz először egy egyszerű hangot kell megszólaltatni, majd a truát. Ezt a szólaltast meg kifejezésben tanulunk, melynek jelentése egyszerű hang. A Tórában két kifejezés van. Az egyik kifejezés az tekió, utkátem, fújjátok, ez egy egyszerű hang, és utána van egy trua, ami egy különleges hang. Szóval tekió egy egyszerű hang, az egyszerű hang az ez. Ez egy egyszerű hang, nincs variáció, hanem egy egyszerű hang. Ez kell, hogy legyen az elején és a végén. És a kettő között a szendvésben kell, hogy legyen trua. Még nem tudunk, mi az a trua. A trua után is azt találjuk, a szólatos meg a sófárt. Tehát a trua után is szükséged egy egyszerű hang felhangzása. Jó, akkor azt már tudunk, hogy az elején, a végén, a kettő között még nem tudunk, mi az, amit kell. De azt tudunk, hogy a neve az trua. Trua az egy ilyen valami különleges hang, de még nem tudunk, mi az. Erre segít nekünk ilyenkor az arámi fordítás. Mert ha van a Tórában, Mózes 5 könyvben egy szót, amit nem tudunk biztosan, mit jelent, megnézzük az arámi fordítás, ami ősrégi, és ott már el fogja mondani, hogy mit jelent ez a szó. Ugye? Olyan, mint lényegében az arámi fordítás, olyan, mint egy szótár. Nem tudunk a szót héberül, megnézzük, mit ír az arámi szó. Az arámi fordítás onkel az azt írja, hogy trua az jevava.
Jövava. Mi az a jövava? Ismerünk ezt a szót, hogy jövava? Igen. Sziszera a nagy vezérkari főnök kiment háborúban a zsidók ellen, és biztos volt benne, hogy győzni fog. De az történt, hogy éjjel az összes katona meghalt, és ő egyedül menekült. És erre az van írva a Bibliában, hogy Sziszerának az anyja ott vár az ablakban, és hol van a fia? Már réges-régen vissza kellett jönnie a nagy győzelemmel, de sehol nincs meg, nincs még. Erre az van írva, Vati Yavev Eim Sziszra, Vati Yavev, az ugyanaz, amit írva, és elsírta magát Sziszerának az anyja, mert Sziszra a zsidó nőnek a házába bement, és ott megölték, ő soha nem jött vissza, de hiába nézett az ablakból, és sírt, hol van az ő fia? Hol van az ő fia? Akkor most már tudunk, hogy az a misztériós hang, a teruá, az a sírás. Már közelebb vagyunk, azt jelenti, van egy egyszerű hang, az elején és a végén, és a kettő között van egy teruá, teruá az a sírásnak a hangja. Igen ám, és ahogy tegnap is beszéltem erről, akkor most már közelebb vagyunk, de most definiálni kell, hogy milyen a sírásnak a hangja. Három lehetőség van. A sírásnak van három, van olyan ember, aki úgy sír, rövid hangokkal. De állandóan rövid hangok. Van egy másik ember, aki úgy sír, hogy ön szagadtat. Az egy másik. És van egy ember, aki mind a kettőt. Mind a kettő. Tehát akkor most már tudunk, hogy sírás, de a sírásból is van három fajta. Ha a sírásból van három fajta, akkor mit csinálunk most? Erre biztonság kedvéért, ugye emlékezünk, amit mondtunk, az a hang, amilyen a trua, az háromszor kellett legyen. De nem tudunk, milyen ez. Mert tudunk a sírás, de nem tudunk, milyen sírás, mert három lehetőség van. Erre mit csinálunk? Mind a három verziót fújunk háromszor. Először fújunk háromszor az a verzió, mert mind a kettő benne van. Tekia, az a hosszú hang, Svarim, a szagatat, Trua, az a rivalgás, és megint Tekia. Ezt csinálunk háromszor, meg is mutattam. Figyeljetek, most jön a hosszú hang. Most jön a Svarim. Trua. És megint a szendvicsnek a másik oldala. Szóval, akkor most már ismerünk a szendvicset, Tekia és Tekia a két végen, kettő között, a dupla sírás, a kétfajta sírás. Ez lemegy háromszor, ez a minimum. Aztán azt mondja, de lehet, hogy csak a szagatat hang. Akkor csinál megint egy szendvics. Tekia az előn, Tekia a végén, és a kettő között csak a szagatat hang. És ezt is háromszor megmutatom, a hosszú hang, az egyszerű hang. Akkor most a szagatat hang. És megint az egyszerű hangat kia. Ez is lement háromszor. De talán a harmadik verszió az az igazi sírás. Az a nagyon rövid hangok, azt is csinálom.
a hosszú hang, egy szendvicsben háromszor. A hosszú hangot kiá, az egyszerű hang. Trua. És aztán megint kiá, az egyszerű hosszú hang. Így ez a sófar fújásnak a minimumja. Amikor befejezünk a tóraolvasást, akkor jön a sófarnak a hangja, a trua, és a truat háromszor fújunk, mind a három az szendvics, és mivel három verzió van ennek, akkor háromszor három, így összesen 30 hang. Jó? Ez a sírás. Aztán menjünk tovább, vagy nézzünk meg a forrásokban a második oldal. Nagyon remélem, hogy ezután ma mindenki egy fújás, megint Ritka azt kezdi, mit számít egy fújásnak? Ha az a kérdés, mit számít egy fújás, mennyi az a minimum? A minimum az a 30 hang, amiről most beszéltem. Mennyi az a egy hang az egy. Ez egy hang, a tkia például. Ez egy hang. Svarim, az megint egy hang. Vagy a trua. Ez is egy hang. Így összesen van 30 hang. Menjünk tovább. Nézzük meg a második oldal. A második oldalon az alter ego leírja azt, amit én most mondtam. Nem fogom végigolvasni, mert be is mutattam vizuálisan szinte a hangok alapján. De első bekezdés ebből, de érdemes végigolvasni legalább ismétlésként. A Tórában említett trua hangot jajgatásnak fordítjuk. Írva van, az ablakon át kinézed és jajgatott Sisra anyja. Tehát a jajgatás, a sírás arra a hangra utal, amelyet a síró és zakogó ember hallat. Lehet, hogy a jajgatás a beteg emberek hosszas nöszörgésére utal, minek során sűrűn nögdécs, décselnek. És inkább a nöszörgős a helyes fordítás. Vagy talán a sírdogáló emberhez hasonlít, aki nagyon rövid hangokat hallott gyors egymás után van, melyet jojongásnak mondunk. Esetleg a kettő együtt, egymás követve. Nöszörgés, majd jojongás, mert ezt teszi a síró ember is, nöszörög, hogy ezután jojong. És erre ezt csinálunk, mindegyiket csinálunk, és háromszor. Jó, ez az első. És ahogy mondtam, 30 hang. Itt még nincs 100, szóval Rivka, kérem, ne siess. Most eddig beszéltünk 30 hangról, de még el fogunk jutni a 100-ig. Lassan, lépésről lépésre. Ez van a Tóra olvasás végén, mielőtt visszateszünk a Tórát, mondjuk az áldásokat, és fújunk 30 hangot. Következő lépés. Következő lépés, jön a muszaf ima. Muszaf ima, nagy áhítatot mondjuk, és általában egy kántor, valaki jó áhítatot, imádkozni. Egyébként nálunk a Vasvariban hoztunk idén egy jó kántort Izraelből, és jó kántort, mit számít jó kántornak? Istenfélő, áhítattal is imádkozik, és még jó hangja is van. De sorrendben mondtam őket, Istenfélő, áhítattal imádkozik, és jó hangja van. A jó hangja az akkor jó és előn, ha előtte van az Istenfélő és a áhítattas ima. Menjünk tovább. Utána jön a muszab, de a muszab eltér a többi muszab. A muszab imát azt ismerünk.
Minden nap van reggel, reggel délután áldozat a szentében. Az első és az utolsó áldozat a közösségben mutat. Egy égő áldozatot. Ennek a párhuzama, az a sáherit a reggeli ima, és a mincha a délután ima. Szombaton van egy plusz ima, muszáf. Muszáf azt jelenti, egy plusz. Plusz ima az szombat vagy az ünnep tiszteletére. Ezért van egy plusz ima, Sábeszkor és Jamtevkor tóraolvasás után van egy plusz ima, a sáherit a reggeli imat már elmondtuk tóraolvasás előtt, tóraolvasás után jön a muszáf a plusz ima. De ez a plusz ima eltér az összes többi plusz imától, az összes többi muszáftól. Mert általában a muszáf az van a bevezető három áldás, és a befejező három áldás, és a kettő között van egy áldás, ami az áldozatról beszél. Természetesen ez az egy áldás, az megvan itt is a Rosh Hashanakor és a muszáf imában, de van még összesen három áldás van. Az egyikben van a Malchiot. 10 bibliai verset mondunk arról, hogy is beszélünk, így idézünk olyan idézetek az Isten uralkodásáról. Aztán 10 verset mondjuk Zichronot. Beszélünk a Zichronotról, hogy ez 10 idézet, ahol az Isten emlékszik a velünk, az emberiséggel, a zsidókkal kötött szövetséggel. Aztán további 10 verset mondjuk arról, hogy milyen különleges a sófárfolyás, elhangzott. Tóraadáskor a Színájhegyen a sófárfolyás el fog hangzani a Mesiás eljövetelekor. Ez mind három-három áldás. És azt jön minden egyes áldás végén jön 10 hang. Nem 30, 10. Amikor befejezünk a 10 isteni uralkodásról szóló versek, 10 hang a sófárból. Amikor befejezünk a 10 az isteni emlékezésről a verset, megint 10 hang, és a sófáról a 10 vers után megint 10 hang. Összesen 30. Azt jelenti, Amida, a halk Amida során van 30, utána az Amida ismétlése alatt megint 30, akkor most már 30 volt toraolvasás után, 30 az halk Amidában, 30 az Amida ismétlésében, akkor most már 90-nel tartunk. Nézzük meg, mit mond a Talmud. A második oldal utolsó magyar nyelvű bekezdése. Ez egy idézet a Talmudból. Azt mondja a szent áldaság ő, az örökkévaló. Rosh Hashanakor mondjátok el előttem a Malchiot áldását, a Zichronot áldását és a Sofarot áldását. A Malchiotot, úgy amikor beszélünk az isteni uralkodásra, hogy uralkodjon felettük, az Zichronotot, hogy jó emlékeket idézek fel róluk, mi által? A sófár által. Ez a különleges muszáf áldozat. Muszáf áldás. A harmadik oldal elején, első bekezdése, amikor közösségben mondjuk a muszáf imát, bölcsénk rendelete szerint a tekia, törúa, tekia rendet kell fújni a malchiot, a zichronot és a sofarot szakaszoknál is. És mivel ezek után azt is meghagytak nekünk, hogy zárjuk ki minden kétséget a trua hanggal kapcsolatban, ugye minden három verziót, ezért az a szakás, hogy a következő rendben fújunk. A malchiot, a zichronot és a sofarot szakaszoknál egyaránt. Tekia, Svarim Teruah Tekia az első verzió, Tekia egyszer, Tekia Svarim Tekia a második verzió egyszer, Tekia Teruah Tekia egyszer, ez a harmadik verzió egyszer, így 4, 3 és 3, az 10. És ez a szokás a leghelyesebb az összes többi szokás közül. És így megvan a 30 hang. Felmerül a kérdés, de hogy jön ide a sírás hangja?
Most megértettünk, a technikáját már megértettük, a Tóra azt mondja, hogy fújjátok egyszerű hang, fújjátok trua, egy különleges hang, kiből a különleges hang az a sírás, a sírásnak a háromféle hangja vannak, a minden hármat háromszor, mindent tudunk a technikájáról. Hogy jön a csizma az asztalra? Hogy jön a sófárhoz a sírás? Ahogy ez a falusi zsidó is csodálkozott. Miért sírnak? Talán éhesek vagyunk, nem vagyunk éhesek. De akkor miért sírunk? Ez egy ünnepnap, Rosh Hashanah ez egy ünnepnap, nem egy szomorú nap. Miért sírunk? Erre az a válasz, a sírás az a megtérésnek a sírása. Nem azért sírunk, mert éhesek vagyunk, hanem a megtérésnek. De valójában, hogy beszéltünk erről hétfőn, Rosh Hashanah az nem a megtérésnek a napja. Rosh Hashanah, akkor nem beszélünk vétkekről, akkor hogyan ide a sírás? És itt jön a haszidim, és elmondja, ez egy olyan, nem a megtérés, mert a vétkeknek a megbánása miatt. Ez a sírás, ez a hang, amivel ragaszkodni szeretnénk az Istenhez. Nézzünk meg, ez a Rebbe-nek a szövege, a Baal Shem Tov, a haszidizmus alapítójának a nevében. Nézzük meg a harmadik oldal végén. A Baal Shem Tov egy királyról mondott példázatot, akinek volt egy igen tanult egyetlen fia, aki olyan drága volt számára, mint a szeme fénye. Az apának az az ötlete támadt, hogy fiának más országokba kellene ellátogatnia, hogy tanuljon és ismereteket szerezzen az emberekkel való bánásmódról. Segítőket és szolgákat adott mellé, ellátta sok pénzzel, hogy bejárja a világ országait, és nagyobb tudásra tegyen szert, mintha apja mellett maradna otthonában. Ha apja mellett maradna otthon, akkor ismerne a palotának a vircsáftát, de nem fogja tudni, hogy néz ki a nagy ország, milyen fajta emberek vannak ott, hogyan élnek, mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Ja, azt mondta, menjenek kicsit. Telt és múlt az idő, a pénz pedig hamar elfogyott. Az utazási költségek és a megszokott fényűző életmód kiadásai miatt ezt elfogyott a pénz. Illetve azért, mert élvezetre halmozott. Hát, pazarolt a pénz mindenféle butaságokon. Hamarosan mindenét eladta. Ekkor úgy gondolta, ideje visszatérnie apja országába. Azonban már oly rég nem volt otthon, hogy elfelejtette anyanyelvét. Amikor a király udvarba ért, próbálta elmagyarázni, hogy ő a király fia, de nem hallgattak rá. Nem ismertek rá, nem úgy volt felöltözve, szegényesen volt felöltözve, senki nem gondolta, itt a herceg. Egészen addig, amíg nagy hangosan fel nem kiáltott, hogy a király felismerje a hangját. A király pedig felismerte a hangját, és így szólt, hoppá, hiszen ez a fiam, aki nyomorúságban kiált. Ekkor felébredt benne, szeretette fia iránt, megelőlte és megcsókolta. Beengedte a palotában, és nagy szeretettel fogadta. Nem azért, mert úgy nézett ki, mint a király, hanem kijött belőle a hang, amivel ráismert. Negyedik oldal. Folytatja a Baal Shem Tov. A fenti példázatot következőképpen értelmezhetjük. Izrael lelkei Isten fiainak neveztetnek. A lélek azért ereszkedik le a testbe, hogy a micvák és a jó cselekedeteket segítségével felemelkedjen még magasabbra, mint ahol korábban volt. Bár a test és a vágyak szeretete miatt olyan messzi helyekre távolodik el az ember, melyeket nem apjától ismert meg, és még anyanyelvet is elfelejti. Elmegy egy másik irányba, és sajnos a zsidóságról elfeledkezik. Egészen addig, amíg visszatér, és egyszerűen felkiált.
És ez a sófár hangja, mely egy belső, a szív mélyéről fakadó kiáltás, mely megbánja a múltat, és elhatározza, hogy hallgat apja szavára, és e kiáltás hatására felébred az örökkévaló kegyelme, aki kimutatja a szeretetét egyetlen fia iránt, és megbocsátja a múltban történeteket. A Rebbe tovább magyarázza. A példázat lényege az, hogy kiemeli a király fiának tettét, aki visszatér, és egy egyszerű kiáltás hallat, és elfogadja az égi királyság járnát, a király emelnek maguk fölé elv szellemében. Szóval a sófának a lényege az, az az egyszerű hang, amivel az ember, amivel a királynak a fia szeretne eljutni az apja, az ismerjenek rá. Lehet, hogy a külseje nem olyan, mint egy herceg, de én vagyok az. És ez, Rosh Hashanah, mi itt vagyunk, mi ragaszkodunk az Istenhez. Szeretnél ragaszkodni? Ez a sírás. A sírás ez nem most vétkek vagy ilyesmi. Hagyjuk el a vétkek. Én az vagyok, Isten, én az vagyok. Higgy el, az vagyok. És az Isten megismer. Lehet a szavakkal el kellene mondani, az ember nem képes, elfelejtette a anyanyelvet. Nem tud úgy imádkozni, nem tud ilyen áhítattal, olyan áhítattal imádkozni. De amikor a hang kijön belőről, az biztos ő. Ez a lényege. Most, minden nagy dolog, ezek a nagy eszmék maradhatnak a levegőben, ha nem visszük le őket kis cselekedetekre. A nagy eszmék akkor jók és szépek, ha kis cselekedetre képesek vagyunk ezt lefordítani, apró pénzre. Ezért van az, hogy Rosh Hashanah-kor próbálunk tenni próbálunk. Például sokat olvasni a Zsoltárok könyvéből, az ima, még az iman kívül is. Mert Rosh Hashanah-kor tenni kell valamit. Ezen kívül az is van írva, hogy mindenképpen Rosh Hashanah-kor ez egy új év, akkor új kezdés is legyen. Ne legyen ez az év olyan, mint a tavalyi. Nem csak abban változik az év, mert tavaly 5782-t írtunk, és idén 5783-at fogunk írni. Hanem egy új ember. Nem kellett ennyi óriási, de mindenképpen egy cselekedet meglegyen. Olvasunk el továbbra egy Rebbe-nek szövege. A negyedik oldal végén. Nagy szomorúságunkra bizonyos években és bizonyos helyeken a Rosh Hashanah és a megtérés 10 napjának spirituális emelkedettségeit nem használta ki az elvárható módon. Elmúltak a félelmetes napok is sok közösségben és számos embernél, az emelkedettségnek nyoma sem maradt, és nem történt változás és javulás a mindennapi életükben. Ennek elsődleges oka, miért van az, hogy vége van a Rosh Hashanah-nak, vége van a Yom Kippur-nak, az emberben nincs változás. Miért? Mert nem fordította le egy konkrét dologra. Ennek elsődleges oka, hogy nem használja ki a félelmetes napok emelkedettségét és kisugárzását úgy, hogy személyesen érintse meg az embert magát. E napokat arra használja, hogy általános nyilatkozatokat tegyenek, és világméretű problémákkal foglalkozzanak, vannak olyan drósék is, vannak olyan rabik, hogy ilyenkor beszélnek, megoldják a világ minden problémáját. Nem, az nem jó. Olyan dolgok ezek, melyek az egyént semmire nem kötelezik a személyes szférájában. A világméretű problémákkal való lelkes törődés, melyek ügyében a nyilatkozók egyébként sem tehetnek semmit az esetek többségében, megadja azt az önigazoló nyugalmat,
mi felmenti az egyént, hogy valódi önvizsgálatot tartson a saját mindennapi életével kapcsolatban. Beszélünk nagy dolgokról, csak ne beszéljenek rólam. 5. oldal. Az erre vonatkozó válasz a sófár fújás micajában találjuk. A sófár hangját nem sok hangszer adja ki, csak egyetlen egy. Ez egy nagyon, nagyon érdekes észrevétel. Jó, az Isten azt akar, hogy legyen hang, ilyen hang, olyan hang, miért nem több hangszer? Legyen egy sófár, egy trompéta, egy orgona, miért egy? Mert arra megy a hangsúly, hogy egy ember egyedül. És ez a hangszer sem valami bonolult szerkezet, milyen különleges zeneműveket lehetne megszólaltatni. Sófár nem más, mint egyszerű állati szarv. Ez hasonlóan kell nekünk is összpontosítanunk mindenek előtt az egyénre, magára az emberre, arra, ahogyan a szentség behatol minden napjaink legközönségesebb részletébe is. Ez a dolog lényege, hogy a Rosh Hashanah, ami nagyon különleges, nagyon sok zsidó, nagyon megvan hatodva a Rosh Hashanaton. Akkor, amikor megvan hatodva, akkor mit fogok én tenni hónap után, jövő héten, azért, mert meg vagyok hatodva? Egy cselekedet. Egy, nem száz, nem is kettő. Egy cselekedet mondja, ezt fogok én tenni ennek köszönhetően, hogy most meg vagyok hatódva a zsinagógában. Akkor meg ezzel képes megtartani, hogy nem múljon el. Ezzel képes megtartani, hogy nem múljon el az a meghatottság. És akkor lesz nyoma ennek egész évben. No, kívánok mindenkinek Sona Tojvom Szuka, egy jó év és egy édes év. Minden zsidónak a helye Rosh Hashanakor a zsinagógában. Még egyszer elmondom a részleteket. Vasárnap este, 25-én este, a Vasvári Pál utca 5-ben, 18:30-kor, 6:30-kor kezdünk az imát. Ima után, ünnepi ima után lesz az ünnepi étkezés. Együtt a közösséggel mindenkit szeretettel várunk. Aki tervez jönni, kérem írjon egy e-mailt vasvari@zsidó.com. Utána hétfőn reggel és kedden reggel, körülbelül délben, egy kicsit késő délelőtt lesz a sófar, mindenképpen ott kell lenni. Hétfőn este megint 18:30-kor imádkozom. Minden zsidót szeretném látni ott a zsinagógában. Újra kívánom mindenkinek Sona Tojvot, most értelem szerint vasárnap este, hétfőn este, kedden este nem tudunk tanulni, mert ünnep van, akkor legközelebb szerdán este fogunk tanulni. A többi időben a zsinagógában fogunk tanulni. Nagyon remélem, hogy sikerült egy kis rendet rakni a Rosh Hashanahban, és senki nem fog gondolni, hogy valami miatt éhesek vagyok Rosh Hashanahkor a zsinagógában. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok, Sona Tojv és Kutsámez. Holnap este már 6:30-kor imádkozunk a Vasváriban, azt mondja, a tanulás az 5:30-kor lesz, és 6:30-kor már a mincha és péntek esti szombatfogadás. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!